Hát tudni kell ugye egy mérkőzést megnyerni, ezt bizonyította be most a Siófok, és hát egy mérkőzést tudni kell elveszíteni is, hogy fogalmazzak így az Ari Fruzsinának, mert hogy kezetekben volt az a győzelem. Hát igen, végigvezettük a meccset, pont ezért nagyon bosszantó ez az egy gólos vereség, és nagyon csalódott vagyok én személy szerint, és az egész csapat is. Nálad is jó helyen volt a labda, te is jól játszottál, többen is voltak a ti csapatotokból, akik nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Valóban, ahogy edzőtök mondja, elfáradtatok fejben a végén, vagy fizikailag is? Nem tudom, én úgy érzem, hogy nem ez volt. Nem tudom, a végén én is kiadtam egy zicsert, úgyhogy igazából ilyenkor sajnos nem sokat ér az egyéni jó teljesítmény, mikor kikapunk. Gyurka Jánostól azt kérdeztem, te is azért elég sok csatát megértél a pályán, hogy így milyen kikapni egy góllal a végén? Így a legrosszabb, én úgy gondolom, hogy ez a lehető legrosszabb vereség, amikor az ember egy góllal marad alul. Kicsit nézzünk azért a csapatba jobban bele, ez most mennyire fog meg benneteket? Lesz egy kis idő magatokhoz térni, gondolom erre most szükség lesz. Hát igen, ezt most meg kell emésztenünk mindenféleképpen, mert ez egy olyan rangadó volt, amit nagyon szerettünk volna megnyerni. De hát megyünk előre, nem szabad ezen sokáig bánkódni. Most jön egy hetes szünet, illetve nem. Hát most még most egy három hetes szünet, igen. Pontosan. És hát utána megyünk tovább. Sok sikert kívánok neked. Köszönöm és további jó teljesítményt, hiszen azért büszke lehetsz magadra. Az Ari Fruzsinával beszélgettünk, Németh Kornél többször elmondta, hogy jó kezekben volt nála a labda. Én most neked csak annyit mondok, megérkezett Bogdanovics Anna Mária, hogy én megmondtam. Emlékszel, hogy mit? Igen, emlékszem, hogy mit mondtál, és én azt válaszoltam erre, hogy nekem mindent csak nyerjünk. Én ugye azt mondtam, hogy úgyis tévés meccseken, ahogy szoktad, meglövöd azt a 10-11 gólodat, és valóban azt mondtad, hogy neked tök mindegy, hogy hány gólt szerzel, viszont nagyon kellettél, mert az első fél időben, ugyanúgy, mint talán a Debrecen, amikor a Fradival játszott most hétközben, ott a Lérán, most itt te voltál a vezérégén, és viszont hozzád felnőttek többen is a második fél időben. Hál' Istennek, igen, az első fél időben nem úgy ment a védekezésünk és a kapus teljesítményünk, ahogy az elvárható, és a második fél időre feljavult, én azt gondolom, hogy a védekezésünk és hozzá a kapus teljesítmény is, és ennek köszönhetően sikerült megfordítanunk a meccset és elhozni a két pontot. Látom, hogy könnyes a szemed, tehát gondolom, egy ilyen győzelmet megélni az mindig egy nagy dolog, mert hogy láthatjuk itt ezt a bizonyos utolsó gólt és az utolsó mindent eldöntő pillanatot. Ha azt kérdeztem a vesztes csapattól, hogy milyen így kikapni, akkor hadd kérdezzem meg tőle fordítottját. Nagyon jó érzés, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült nyerni. Én azt gondolom, hogy kellett ez nekünk, főleg a Váci meccs után azért ott a Vác fordított 6 gólról, és kikaptunk egy góllal. Igen, ez most az agyon nyert meccs, hogy fogalmazott edzőtök. Így van, most pedig mi fordítottunk, és ez nagyon jó érzés, és nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Szurkolóitok is nagyon boldogok, nekik így is. Így van, és innen köszönjük még egyszer a szurkolást és a támogatást. Köszönöm szépen, gratulálok neked. Köszönöm.